Sziasztok, üdvözöllek benneteket ezen a verőfényes vasárnap reggelen, én Hullander vagyok, és City Skylines-ezni fogunk. Mielőtt viszont belefognánk a City Skylines-ba, ez pont jó apropó, mivel pont egy ilyen városnak az irányításáról van szó, meg ugye most történnek dolgok itt a való világban is, úgyhogy ma valószínűleg október 2-a van, amikor ez kikerül, úgyhogy remélem voltatok már szavazni, hogyha meg nem voltatok, akkor meg menjetek el, és ne csináljatok hülyeséget, nyilván szavazzatok nemmel, úgyhogy hajrá! City Skylines viszont, hogy most itt a valóságtól egy kicsit elrugaszkodjunk, és az aktuál politikától, úgyhogy érdemes lenne itt lebontani mindent. Már megint állandóan, csak ezzel kell küszködni ebben a játékban, hogy lebontás. Van egy, mindjárt mondom is, plugin, én itt a másik monitoron gyorsan keresek. Nightbot mondta azt, hogy a Steamen van egy olyan plugin, hogy lebontunk automatikusan épületeket, illetve sokan mondtátok azt is, hogy töltsem le azt a modot, hogy mi a fenét, milyen mód? Hogy a, ja igen, hogy a forgalmat, a közlekedési lámpákat ki lehet kapcsolni. Én nagyon félek attól, hogy én bármilyen módon letöltök, akkor az ugye általában ez úgy szokott lenni, hogy akkor verziószám nem egyezik, ez nem egyezik, az nem egyezik, és akkor mindig az a vége, hogy aztán elveszik a mentés, és akkor lehet új játékot kezdeni, mert hát nyilván akkor oda lesz az egész sorozat, amit annyira, gondolom ti is megértitek, hogy annyira azért nem szeretnénk, úgyhogy ezért nem töltök le ilyen módot. Sőt, vagyis hát ezért nem töltök le semmilyen módot. Ezt itt, hogy tudnánk úgy mozgatni, hogy annak legyen értelme? Mondjuk jogkattal ki tudjuk törölni, igen, meg mondjuk azt is ki tudjuk jogkattal törölni, és akkor elméletileg így rendesen van a buszhálózatunk. Jó, szóval ezért nem mondom a játékot, mert félek, hogy elveszik ez a mentés, meg elveszik ez az egész játékállás. Aztán jöttek itt olyan kommentek, és ez a legjobb, vagy a leg... tehát jött egy csomó komment, és ezek mind hasznosak. Azt mondtátok, például Picadi Tibi is mondta, meg Szabó Attila is mondta például, hogy elméletileg le lehet tenni autópálya, de nem teljesen értem, tehát elméletileg le lehet tenni autópálya egyirányú utakat, de ugye autópályából, tehát ez itt nem egy... Várjunk csak! Ez mondjuk lehet, hogy persze, hát ez itt valószínűleg egy irányú út, mert kettő út pályás, úgyhogy ha lerakunk elméletileg ezeket a fajta egyirányú utakat rakjuk le, akkor elméletileg el fognak tűnni a közlekedési lámpák, de nézzétek, de nem tűnnek el a közlekedési lámpák. Olyan, hogy meg, ja mondjuk itt meg, de itt se kellene, hogy megmaradjanak a közlekedési lámpák, csak hát ide egy jobbra kanyarodó sávot kellene betolni, tehát onnan ott megmarad a közlekedési lámpa. Innen mondjuk eltűnnek a közlekedési lámpák, ami nyilván tök jó, sőt innen is eltűntek a közlekedési lámpák. Jó, tehát egyedül itt maradtak meg közlekedési lámpák, és ez megint egy nagyon abszurd dolog. Ez itt csak kifelé jövő út, ugye? Igen, ez itt csak kifelé jövő út, tehát hogyha ezt az utat, ugye itt van, igen, tehát hogyha ezt az utat feltuningoljuk ilyenre, akkor így viszont eltűnnek a közlekedési lámpák, és hogyha mondjuk az összes ilyen utat feltuningolnánk, akkor innen is innen nem tűnnek el a közlekedési lámpák, viszont igen, akkor legyen már egységes ez az úthálózat, és akkor itt teljes egészében legyen ilyen fajta autópálya, meg itt is teljes egészében legyen ilyen fajta autópálya út. Jó, itt meg véletlen lesz, most így hagytuk, de tök mindegy, legalább gyorsabban le tudnak kanyarodni az útról, és akkor boldogabbak lesznek, sőt mondjuk legyen így, és akkor itt majd szépen így beszűkül a forgalom, és akkor az nagyon jó lesz innentől kezdve, rendben van, és akkor remélhetőleg itt gyorsabban is tud haladni a forgalom. És igen, ez a körforgalom, ez határozottan egy jó megoldásnak bizonyult, meg egy határozottan jó megoldásnak látszik úgy eleve is, és igen, még itt is két irányú a forgalom, de én azt szeretném, hogyha itt is csak egyirányú lenne a forgalom, és jobbkattal meg ugye vissza tudjuk fordítani, így, és akkor itt egyirányú a forgalom, tehát innentől vagy balra, vagy jobbra kanyarodnak, és be tudnak menni a városba, meg ki tudnak jönni a városból. Tök jó!
Oké, okay, akkor szerintem ez a kérdés itt megoldva. Mínusz 60 a népesség szám, amit veszítünk. Aztán jöttek még olyan kommentek, amik, meg Zsalói Bálint is mondta, most nézem itt, hogy Zsalói Bálint is mondta, hogy ezt tolhatnánk így. Jöttek olyan kommentek, amelyek ugye ezt a borzalmat hivatottak megszüntetni, és ezzel szeretnénk ugye most ebben a részben foglalkozni. Sokan mondtátok például mondta itt Szőke Ádám, mondta Szabó Attila, mondta Kukkantó Nulla, Milus Máté is, itt mondtátok, hogy ezzel mit kellene itt kezdeni, ezzel a vasútállomással, és azt mondtátok, hogy fel kellene rakni szerintetek ide a szigetnek arra a részére, az északi részére, ahol egyébként sincsen olyan nagy forgalom, és ugye akkor, és a nagy útból bekötni, ami ugye azt eredményezné, hogy a teherautók azok idejönnek, akik meg egyébként ingáznak, azok meg idejönnek. Ups, és ott is van ott egy olyan megálló, ami... Nem jó megálló, mert Zsák... És mit csinál itt a Zsák utca megállóban a busz? Megáll? Nem, tovább megy. Érdekes. Tovább megy. De akkor miért? Miért baj? Mi baj van ezzel? Oké, ezt is bontsuk el. Jó. Igen, és akkor mondjuk itt lesz egy... Igen, ez nagyon érdekes, hogy miért mutat ilyen félbeszakadt... busz útvonalakat, tehát mondjuk menj be ide. Igen, és csak hogy ugye nem folytatódik az útvonal. Jó, akkor gyere ide, állj meg itt, és utána te legyél a következő megálló, ami valami miatt nem akarja bevenni a megállót a következő megállónak. Jó, te tudsz itt egyenesen jönni? Tudsz itt Hol kezdődik egyébként ez a járat? Illetve ez a vonal vajon honnan indul? Nézzük csak, itt kellene valamilyen megálló, amire rá tudunk nézni. Csak igen, csak tényleg nem láttam, hogy honnan indul ez a buszjárat. Jó, akkor gyere el mondjuk ide. Szerintem egyébként valahonnan innen kellene, hogy induljon, nem? Nem. Úgy akkor most így hagyjuk ezt így félbe, ezt az egészet. Mert hát ugye technikailag ugye a buszforgalom az meg ugye attól függetlenül halad tovább, tehát működik. Vagy mondjuk elbontjuk az egészet. Ups, na most megjelenik egy teljes nagy úthálózati képünk. Igen, érdekes, hogy ugye mondjuk ide mit mutat, hogy nem jó megálló. Nyilván azért, mert egy irányú út és nem lehet elérni. Jó, most van-e valamilyen probléma a megállókkal? Jó, úgy látom, hogy nincsen most jelenleg semmilyen probléma a megállókkal. Úgyhogy szerintem most ez így világos. Mondjuk jó lenne, hogyha nem az összes busz mindenki egyszerre vonulna. És óriási nagy várakozási idők lennének. Egyébként mennyi embert viszünk busszal? 1904 embert viszünk busszal, az viszont nagyon sok. Hol visszük a legtöbb utast? Például az ja nem itt, hanem a Fekete-szigetes 133 embert viszünk, az azért nem kevés. Jó, na, akkor tehát próbáljuk megoldani ezt a kérdést. Ugye ezt a kérdést úgy tudjuk szerintem legalábbis a egyszerűbben talán megoldani, hogyha ugye mondjuk ez az út, ez kivisz a városból, tehát nincsen olyan útunk, amelyik bevezet a városba. Azon gondolkozom, hogy mondjuk, hogyha ebből az útból közvetlenül kihozunk így egy... Azon gondolkozom igazából, hogy a vasútállomás meg kellene fogni, és be kellene rakni ide. Ugye az akkor közvetlenül jó helyen lenne. Mármint a személyszállító vasútállomás. És mondjuk, hogyha ezt a vasútállomást viszont beraknánk ide, akkor ugye itt lenne egy lehajtó, és akkor ezen a lehajtón alakulna ki ez az óriási nagy dugó, ami itt alakul ki, ami érdekes, hogy itt is kialakul egy ilyen hatalmas dugó, mert ugye itt is össze-vissza közlekedési lámpázni kell, mikor ugye erről pedig nem jön senki, ugye egyébként, tehát... Igen, és ezzel meg már megint csinálnunk kell valamit, úgyhogy szerintem azt csinálhatjuk, hogyha ez a kettő út itt egy irányú lenne, akkor viszont itt lennének közlekedési lámpák, hogyha egy irányú lenne, viszont hogyha ezt is itt megcsinálnánk egy irányúra,
Aha. Most itt lehet, hogy hülyeség, de szerintem valami összeáll. Tehát, hogyha ezt meg ezt megcsináljuk, meg mondjuk ezt is itt megcsináljuk egy irányúra. Igen, és mondjuk ezt is itt megcsináljuk így egy irányúra. Akkor ugye innen eltakarodik a közlekedési lámpa. Szerintem. Nem húz el a közlekedési lámpa. Ami azért kár, hogy nem megy el innen a közlekedés. Várjunk csak azért, mert ez itt két irányú ez az út. Jó, ezt is itt megcsináljuk egy irányúra. Igen. És ugye itt akkor mindenki jobbra tud kanyarodni. Igen, jó, ez erre az útra itt viszont nincsen szükség, mert szerintem ezt itt a kutya sem használja. Igen, és akkor miért van mi itt még mindig közlekedési lámpa? Ezt nem tudjuk. Ezt fogalmunk sincsen, hogy miért van itt közlekedési lámpa. Hogyha ebből autópályát készítünk, akkor van-e közlekedési lámpa? Akkor viszont eltűnik a közlekedési lámpa. Jó, akkor ez itt egy picikén autópályaút, és cserébe viszont nincsen közlekedési lámpa, úgyhogy remélhetőleg itt ennek a nagy dugónak a kérdése hamarosan teljes egészében meg fog oldódni, ami tök jó. Oké, jó, igen, na szóval, hogyha ezt ugye megfogjuk, átrakjuk ide, tehát megcseréljük a kettőt, akkor az lesz az eredménye, hogy mondjuk innen lehozhatnánk egy nagy, hosszú, széles utat, amelyik lejön, és utána pedig rávezethetnénk mondjuk azt a hosszú, széles utat, mondjuk megpróbálhatnánk ide fölvezetni. Ebből csinálnánk innentől kezdve, ettől az elágazástól kezdve egy két irányú utat, amelyik akkor mondjuk bejöhetne ide a városba, és onnantól kezdve meg mondjuk megpróbálhatna szétoszlani a forgalom. Szerintem ezt próbáljuk meg úgy, hogy pauza, ezt megfogjuk, és na igen, csak arrébb kell rakni, az a baj, és ugye most jelenleg nincsen hely sehol arra, hogy jó, mondjuk oda arrébb rakjuk, igen, meg téged is megfogunk, és téged, meg akkor berakunk, hova rakunk. Igen, ez itt nem áll teljesen jól, de ide viszont be tudjuk rakni, világos, jó, és akkor megfogjuk, ezt itt kitöröljük, meg ezt is, kitöröljük, így. Jó, fogjuk a vasút, nem ez villamos, nem ez metró, ez a vasút. Jó, és akkor a vasúti sét berakjuk egyszer ide, és a vasúti sét pedig berakjuk egyszer ide, így. Jó, mielőtt bármit is elfelejtünk, azelőtt gyorsan itt a elektromos vezetékeket, mondjuk így, meg mondjuk így összekötjük. Oké, hogy véletlenül sem maradjon semmi sem áram nélkül, ezt meg innen kitöröljük, mert az nem kell. Oké, jó, és akkor megfogjuk ezt, és ezt pedig akkor berakjuk ide, így, jó, oké, megint stop. Oké, ezt innen kitöröljük meg, ezt is kitöröljük, jó. És akkor megint a vasúti sín innen szépen íveljen át ide, aztán innen pedig szépen íveljen át. Ez így nem jó, ezt kitöröljük, így íveljen át szépen oda. Oké, jó, és akkor innentől kezdve itt van egy személyforgalmunk. Jó, metrónak van itt egy állomása, ugye akkor a metróállomást azt innen el kellene pucolni és be kellene rakni ide, úgyhogy metróállomás, figyú, gyere már át, hogyha megkérhetlek. Csak itt viszont foglalta el. Jó, hát akkor kettő gyárunk fogja bánni viszont ezt a lépést, ezt muszáj megtenni. Oké, metró alagútnak a kitörlése, így, jó, és akkor a metró alagút innentől kezdve úgy fog jönni, hogy így, és aztán innen pedig visszakanyarodik, mondjuk így, jó, és akkor a metró vonal elrendezi magát? Oké, most van ott egy szakadás a metró vonalba. Na, metró vonal, miért nem mutatod, hogy te nem működsz jól?
Oké, mondjuk rakjuk oda egy pöttyöt, igen. Jó, és azt az állomást szeretném én kihúzni ide, csak érdek. Jó, oké, akkor stop. Hol van a... melyik a metró? Nem, ez a villamos, ez a metró. Jó, oké, akkor ezt a vonalat is kitöröljük meg, ezt a vonalat is kitöröljük. Jó, és akkor létrehozunk egy teljesen új vonalat, ami úgy működik, hogy első megálló, második megálló, harmadik, negyedik és ötödik, majd aztán hat és nézzük csak, hogy jól álljon, 7, 8, és utána pedig visszaér saját magába, és akkor 9 megállóval létrehozzuk az új vasúti vonalunkat, illetve az új metróvonalunkat, ez nagyon jó. Itt valami áramellátási problémák adódnak, úgy látom, úgyhogy ezt itt nem tudjuk megmozdítani, viszont akkor ezt bele kellene kössük ebbe. Jó, itt milyen problémád van? Ez itt érdekes, hogy ott mutat valamilyen megállót, ami... Ez minek a megállója? Ja igen, ez a személyvonatnak a megállója. Úgyhogy a személyvonatnak a... Ez most mind vagyunk? Igen, pedig ez a vonat. Jó, oké, akkor a vonat megállót azt... Akkor ezt nem így csináljuk, hanem tömegközlekedés... Ez a vonat, ugye? Ez a vonat, igen, jó, oké, akkor ezt innen kivesszük, a személyvonatot, és személyvonat első megálló, szépen lejössz a második megálló, igen, és akkor ugye elméletileg itt tök jó lenne mondjuk, hogyha körbe jönne, de nem ilyen körbe, úgyhogy így lesz a, így van a személyvonatoknak a megállója, ez így tök jó, és akkor ugye itt pedig autók minden mennyiségben, meg óriási dugó, meg most itt is lett egy óriási dugó, úgyhogy ezt a, majd megnézzük, hogy mennyire tudja elrendezni magát ez az óriási dugó, itt viszont nagyon szépen folyamatosan sikerült megcsinálnunk a forgalmat, a körforgalom sem dugult be, itt kezd kialakulni valamekkora dugulás, de az most még egyenlőre annyira nem tűnik brutálisan durvának. Lehet, hogy majd ezen is változtatni fogunk, és mondjuk ezt az utat is egy egyirányú útra kellene átminősíteni. Tekintve mondjuk, hogy ez az út egy egyirányú út, ezért valószínűleg itt visszafelé senki nem akar jönni, tehát akkor mondjuk ez az út miért ne lehetne egyirányú út. Úgyhogy ez az út is legyen egyirányú út. Itt, meg itt. Jó, közlekedési lámpákat ugye ezzel még nem tüntettük el. Jó, ugye ide szerintem próbáljuk meg azt, mi lenne, hogyha mondjuk ide is raknánk egy ilyet, és akkor ezzel innen is eltűnnek mondjuk a közlekedési lámpák, és remélhetőleg akkor már így az összes sávot elkezdik az emberek használni, és az úgy jó lenne. Igen, ugye ide pedig nem szeretnék ilyen utat lerakni, ilyen főutat, mert akkor ugye innen is eltűnnek az épületek, ami meg ugye nem jó. Itt most már óriási nagy elköltözés, már 140-en költöznek el. Ajaj, és itt úgy tűnik, hogy kezd most már itt viszont ténylegesen bedugulni a forgalom, ami hosszú távon nem biztos, hogy annyira jó lesz, hogyha itt folyamatos forgalombedugulás van. Jó, viszont itt mi újság? Itt viszont lehet, hogy jobban működtek a közlekedési lámpák, mert összenézzétek meg, hogy tehát itt beáll a teherautó keresztbe, és ahelyett, hogy végig menne ezen a sávon, és akkor ugyanúgy el tudna fordulni, de nem. Ő csak a második sávból, jobb oldalon a második sávból tudott elkanyarodni, és akkor emiatt van itt ilyen nagy bedugulás. Jó, szerintem ezt itt jobb ötlet lehet visszaminősíteni, és akkor ilyen közlekedési lámpás rendszerrel megoldani a kérdést, mert szerintem ami közlekedési lámpa volt, addig nem volt ekkora dugó, mint a mekkora dugó most van. Jó, ugye itt van még... Igen, ugye ide viszont muszáj egy közlekedési lámpát berakni, mert ott ugye egyenesen is megyünk, meg jó, vagyis hát inkább ezek miatt, akik balra nagyívben akarnak átkanyarodni.
és azon gondolkozom, hogy, hogy ez biztos, hogy jó megoldás lehet-e, vagy mondjuk ezt az utat is meg lehetne tenni egy-egy irányú utá, mondjuk ettől a szakasztól kezdve. Viszont akkor ugye ez elveszti a körút jellegét, és nem tudnak körbe jönni azok, akik körbe akarnak jönni, illetve itt is van valami kicsit nagyobb dugó, viszont ez annyira még nem vészes. Igen, és ezzel foglalkozunk, ezt próbáljuk már meg befejezni. Ugye most azzal, hogy ugye beraktuk ide a teherterminált, ezzel nyilván rosszat csináltunk, és ez így nyilván nem jó. Amit csinálnunk kellene, az az, hogy mivel ez jobb oldalon van, ezért jobb oldalról kellene itt a autókat behozni. Az határozottan ez a álláspont, úgyhogy mondjuk innen, hogyha ezeket itt eltakarítjuk. Egyelőre még nem tudom, hogy mit tervezek csinálni. Viszont, hogyha itt behoznánk egy ilyen, és csinálnánk tényleg egy ilyen durvát, hogy egy autópályautat hoznánk be. Itt, amelyik, mondjuk kellene egy kanyarív bele, amelyik bejönne és így, itt így végig kanyarodna, így, itt a víz erőművet most egy kicsit hanyagoljuk, jó? Szóval, és ez ugye itt így teljes egészében így végig jönne, csak mondjuk kérdés, hogy ehhez most hozzá fog-e csatlakozni a vasúti terminál. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk ide akkor csak egy főutat hozunk. Igen, nem teljesen tudom, hogy a vasúti terminál akkor most itt mi lesz vele. Várjunk, csak főúthoz lehet hozzáépíteni egyébként szerintetek? Hol van főút? Ez itt főút, úgyhogy ahhoz lehet hozzáépíteni. Jó, akkor itt viszont akkor lesz így egy főút. Igen, és kérdés, hogy menjünk vissza a városba. Ami egy igen-igen jó kérdés, hogy menjünk vissza a városba. Szerintem maradunk annál az elgondolásnál, aminél a elején voltunk. Ami ugye azt jelenti, hogy ide jövünk, oké. Így, ez ugye így itt két irányú, lehet menni jobbra meg balra is. Úgyhogy ide pedig csinálunk egy két irányú, soksávos utat, amit ide nem lehet megépíteni, mert túl meredekek az ívek, úgyhogy ezt itt megpróbáljuk eltúrni innen, így. Jó, és akkor két irányú soksávos út, amelyik jön szépen és becsatlakozik ide. Vagy csatlakozom be ide? Ne csatlakozom be ide, szerintem jobb lesz, hogyha ide csatlakozik be. Így, jó, ez az út, ez itt egy ilyen kisebb út, jó, ez a kisebb út, ez jöjjön be, nézzük csak, ez mondjuk legyen, ne, ez a kisebb út, ez itt szűnjön meg, az ott jó, hogyha az ott csak egy kanyar, és akkor innen pedig lehet menni mindenfelé, úgy látom, úgyhogy próbáljuk meg így, hogy így mi lesz a megoldás. Jó, vagy hát legalábbis, hogy így mi lesz a szituáció. Oké, ezt viszont visszadobjuk. Aha, és akkor mégsem lehet a nagy főút mellett, mégsem lehet építkezni, azt hiszem nem jó. Akkor egyel visszább megyünk az utak tekintetében, mondjuk ilyen út, és nézzük meg, hogy igen, ilyen út mellé viszont már lehet építkezni, csak viszont ugye ez azt jelenti, hogy akkor ezt el kell bontanunk. Igen, ez természetesen nem fér be sehova. Jó, mennyi pénzünk van? 392 000. Jó, oké, akkor ezt innen elbontjuk. Oké, azt meg ott, azt a 20 megállót meg ott megszüntetjük így. Jó, oké, úthálózat, út felépítése, és akkor ezt itt megtesszük ilyen úttá végig. Jó, oké, ez ugye itt ipar volt, bár mondjuk most így is, úgyis tönkre mennek az iparok, úgyhogy ezzel most nem agyalunk. Oké, téged megfogunk, és téged visszaépítünk úgy, ahogy
építve voltál, itt láttam, hogy aha, ide becsatlakozik, jó, és akkor kell a vasút, mert csak ez csak vasútállomás, ez a kargóterminál. Kargóterminált majd berakjuk oda, csak először ezt az egysint innen elpusztítjuk, úgyhogy bekerül ide a kargóterminál, jó, ez innen elmegy, ez innen mondjuk elmegy, vasúti sín innen bejön, távolság túl rövid, vasúti sín innen bejön ide, vasúti sín innen kimegy ide, jó, elektromos áram innen átjön ide, és elindítjuk az időt, és megnézzük, hogy ezzel mit sikerült elérnünk. Oké, itt remélhetőleg meg fog oldódni a forgalom, itt annyira durván dugót nem nagyon látok, úgyhogy remélhetőleg, nézzük csak ezen a helyen, viszont most már eléggé nagy dugó van, ami tényleg, tehát tényleg ez a butaság, hogy már megint a mesterséges intelligencia, tehát mindenki ezt az egy sávot használja a kanyarodásnak, mikor három sáv van, ahol lehetne kanyarodni, de nem, mindenkinek ez az egyetlen egy sávra van szüksége, úgyhogy ez azért egy kicsit idegesítő már megint, hogy emiatt fog bedugulni itt a város, viszont ezen úgy tűnik, hogy még mindig meg vannak őrülve az emberek, és még mindig errefelé szeretnének közlekedni. Igen, és itt viszont van egy olyan igény, hogy ők valami miatt vissza akarnak jönni. Akik errefelé jönnek, azok vissza akarnak jönni ide. Ez szintén egy érdekes dolog. Na jó, viszont ugye itt remélhetőleg akkor most ezzel megoldjuk azt a kérdést itt a tehervonat terminállal, hogy ne ez a hely legyen teljes egészében úgy, ahogy van bedugulva. Itt a sima vasútállomásba jönnek ki, meg oda mennek be a teherautók a helyet, hogy használnák a teherterminált. Jaj, ne! Úgy tűnik, hogy mégsem sikerül megoldani ezt a kérdést. Viszont ezzel már a következő részben fogunk csak foglalkozni, most már egy kicsit elég már ebből a vasutakból. Én most búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő rész, az előző rész, az a sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is, nem elkezdték ezt használni, úgyhogy tök jó. Úgyhogy én most még egyszer búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, Hollander voltam, sziasztok!